Sziasztok, köszöntelek titeket, újra itt a Giga Virág csatornáján. A mai videóra hoztam nektek egy ökokaland extrát, egy kaszinót és egy ökokaland sorsjegyet. És most ezeket fogom megnézni. És akkor most kezdjük is el az ökokaland sorsjegy lekaparásával. Ez egy 036-os sorszám, 1000 forintba kerül, és két játék található rajta, egy kalandkaparó felület plusz egy nyerőszámkeresős játék. Nézzük először, hogy mit tartogat számunkra a főjáték. Kezdünk egy zöld árammal. Ugye itt az a lényeg, hogy a szimbólumoknak végig kell érni a sorokon, és a sor végén lévő nyereményt nyerjük. Töltő, és a nyirat találunk, automatikusan léphetünk egyet előre. Lábnyom. Szélturbina. Idáig nincs nyíl, zöld áram, zöld áramból van eddig kettő, még egy zöld áram, szépen zárkózik a zöld áram, töltő, nyilatod, mehetünk tovább, töltő, napelem, zöld áram, nagyon megindult a zöld áram, már csak három kell, lábnyom, lábnyom, nem adott idáig nyilat, még egy lábnyom, már most a lábnyom is felzárkózott. Napelem. Szélturbina. Az még nagyon le van maradva. Szélturbina. Nyilatagot, mehetünk tovább. Szélturbina. Már most az is felzárkózott. Napelem. Szélturbina. Szélturbina az már csak kettő kell. Napelem. Lábnyom. És az utolsó töltő. Nyíl. Dupla nyíl. És töltő. Nem volt a főjátékon. Nézzük a nyerőszámkeresős játékot, hát ha lesz rajta számegyezésünk, van egy 7-esünk és egy 8-asunk ezek a nyerőszámok, ezzel kell egyezőt találni. Van egy 6-os mellé, és egy 13-os. Hát nem volt számegyezésünk sem, nézzük meg a betűket. Egy U betű és egy G betű különböznek. És akkor most folytassuk a kaszinó sorsjegy lekaparásával, ez egy 044-es sorszámú, és 2000 forintba kerül, és 10 játék található rajta. Az első játékon az osztókártyájánál kell nagyobb számot találni. Nézzük meg az osztókártyáját. Tű, a legmagasabb lap, ennél magasabb már nincs is az első játék, az első sornál. Az ászt kiadta az osztó, nekünk van egy 6-osunk. Az osztónak van egy dámája, a mi lapunk pedig egy 7-es, az is kevés. Nézzük a harmadik sort. Az osztónak van egy 4-ese, na hát ettől lehet nagyobb lapunk, nézzük. A és 3-ast adott. Nem volt nagyobb az osztó kártyájánál. Nézzük, hogy a második játékon lesz-e két azonos szimbólumunk, fix 5000 forintért. Pénzköteg és patkó. Nem volt. Szépen kinyitjuk a sorsjegyet. Nézzük a harmadik játékot. Rulettezni fogunk, és megtesszük a
23-ast, az 5-öst, és a 25-öst, ebben kell egyezőt találni, nézzük. 2-es a vége, 22, egyel mellé. Ez egy sima 2-es, nekünk 5-ös van. 1-es a vége, nem jó, 11, és az utolsó. 3-as a vége, jó lehet. Á, de csak egy sima 3-as, pedig ez jó lett volna. Nem volt a ruletten egyező szám. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma figurás lap a nyereménytáblának megfelelően. Bubi. Bubi. Bubiból már 2 van. Nézzük, lesz-e 3. Dáma. Dáma. Akkor dáma vagy bubi? Nézzük. És ki rajtadott. Nem volt 3 egyforma. Nézzük meg ezt az 5-ös játékot, hogy lesz egy dobásban 5-4-3 vagy 2 egyforma dobókocka. Ezen még soha az életben nem nyertem. Egy 5-ös a fehér oszlopban, 6-os, 4-es, 2-es és 1-es. Nem volt 2 egyformánk. Nézzük a piros oszlopot. 2-es, 5-ös, 4-es, 3-as és 1-es. Itt sem volt egyformánk. Nézzük az arany oszlopot. 5-ös, 6-os, 2-es, 1-es és 3-as. Itt sem volt egyezőnk. Szépen kinyitjuk. A 6. játékon félkarú rablóval fogunk játszani, és 3 egyforma szimbólumot kell oszlopban, sorban vagy lekosszabbátlóban a nyereménytáblának megfelelően kipörgetni. Nézzük, hogy mit ad. Patkó. Bár, bár, a bárból jó lett volna a 3, hiszen az 50 ezer forintot ér. Nézzük tovább, van egy 7-esünk, cseresznye, és 7-es, 7-esből is 2-t adott, pedig az se lett volna rossz, egy 20 ezres, ér a 3 7-es. Nézzük az utolsót, citrom, szőlő, és szőlő. Szőlőből is csak 2-t adott, nem volt 3 a félkarú rablóban. Nézzük, hogy lesz-e 2 dobás összege 7 vagy 11. 5-ös, akkor egy 6-os vagy egy 2-es. Még egy 5-öst adott, az csak 10. Nézzük a második dobást. 6-os, akkor ide az 1-es is jó, és az 5-ös is. Nézzük. Á, és 3-ast adott. Ez nem jó. Ez 9. Nézzük meg a nyert szóbetűit. És a V-vel már el is rontotta, hiszen nem jön ki a nyert szó. Nézzük a 9. játékot. Ász keresés. 3 esélyünk, 3 sorunk van arra, hogy ászt találjunk. Van egy 4-es, bubi, 9-es, 3-as, az első sorban nem volt az. Nézzük a másodikat, 2-es, király, 7-es, 8-as, itt sincs az. Utolsó sor, 9-es, 10-es, 6-os és 8-as. Itt sincs ász, sajnos. Nagyon ritkán nyerünk ebből a játékkal. Nézzük a 10-es játékot, ahol is 3 egyező összeget kell találnunk, hogy nyereményt érjünk el.
4000, 40000, egyel több a nulla, 10000, 50000, 4000, 4000-ből már 2 van, nézzük, lesz a 3. 5000-et adott mindenből 2, nem lett 3 egy forma összegünk, nézzük a betűket. Egy T betű. És egy X különböznek. Akkor most nézzük meg a 035-ös Ökokaland Extra sorsjegyet. Keressünk először ilyen újrahasznosító szimbólumot, fix 10000 forintért. Van egy palánta, széndioxid felhő, és egy ötlet. Nem volt újrahasznosító szimbólumunk. Nézzük meg, hogy lesz-e nyerőszámmal egyező számunk. A nyerőszámok az 1-es és a 4-es. Ezzel kell egyezőt találni. 5-ös, 6-os és 13-os. Nem volt számegyezésünk. Nézzük, hogy lesz-e a kalandkaparó felületen kijön egy sor. Nézzük. Erdővel kezdünk, és hogyha nyilat találunk, automatikusan léphetünk tovább. Napelem. Ivóvíz. Zöld áram, nyillal kezd, zöld áram, zöld áram, lábnyom, zöld áram, nagyon megindult a zöld áram, szélturbina, lábnyom, töltő, ebből ez az első, napelem, nyilat adott, mehetünk tovább, dupla nyíl, szuper, még egyet mehetünk, és napelem, napelem, ez már csak 2 kell a gyorsítóig, napelem, már csak 1, lábnyom, itt van, töltő, ivóvíz, nyíl, ivóvíz, zöld áram, szépen még ahhoz is csak egy kell a gyorsítóig, lábnyom, töltő, az még nagyon le van maradva, föld, lábnyom, na csak egy kell a gyorsítóig, ott a lábnyom, eljutottunk a gyorsítóig, gyorsíte, nem, lábnyomot adott, föld, nyíl, föld, töltő, erdő, nyíl, erdő, zöld áram,
Itt is eljutottunk a gyorsítóig. Gyorsít-e? Igen, gyorsít, szuper. Zöld áram. Zöld áram, és már a zöld áramhoz is csak egy kell. És még van hátra szimbólum. És a zöld áram beért. Szuper. Nyeri a sorsjegy, és még van hátra szimbólum. Nézzük tovább. Végül megnézzük a nyereményt. Erdő. Nyilat adott, mehetünk tovább. Dupla nyíl, szuper. Erdő, eljutottunk a gyorsítóig. Gyorsít-e? Igen, gyorsít, szuper. Erdő. Erdő. Az erdőz is már csak egy kell. És még van hátra szimbólumunk, szélturbina. Napelem. Itt is eljutottunk a gyorsítóig. Nézzük, hogy gyorsít-e. És igen, gyorsít, szuper. Napelem. Napelem, és már most a napelemhez is csak egy kell. Lábnyom. Szélturbina, az még nagyon le van maradva. Nyilat adott, mehetünk tovább. Szélturbina. Lábnyom. Na, lábnyomhoz is már csak egy kell. Nézzük, hogy beadja. Föld. Föld. És az erdő is beért. Szuper, két nyeremény eddig, sorsjegyen, és még van hátra egy szimbólum. És egy földet adott. Itt van, és nézzük, gyorsítunk-e? Igen. Föld. És föld. De ezzel a sorsjegyen két nyereményünk van. Nézzük meg az erdővel és a zöld árammal. €2000. És még 2000, vagyis 4000 forint adott ez a sorsjegy. És nézzük meg a betűket. A 4000-eshez. Elbújtak a betűk. Tehát a 4000-es nyereményhez a Z betűk tartoznak, itt is van. Tehát összegezve a mai videót, 3 sorsjegyet kapartam le, egy ökokaland extrát, egy ökokalandot és egy kaszinót, és abból 2 sajnos nem volt nyerő, a kaszinó és az ökokaland. Viszont az ökokaland extra duplázott, hiszen 4000 forintot adott, ami azt eredményezte, hogy összességében 5000 forintból 4000 forint visszajött. Szerintem ez nem olyan rossz eredmény. Tartsatok velünk a továbbiakban is, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le egyetlen egy friss videónkról sem, és ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt, így elsőként értesülhettek a legfrissebb videóinkról.